Érkeznek a tartós élelmiszerek a Mátészalkai gólyakerti tóhoz. Adventi túra címmel második alkalommal szerveztek adománygyűjtést civil szervezetek a városban. A szervezők meglepetéssel is készültek. A gyűjtés mellett játékos programokat és finom falatokat is kínáltak a résztvevőknek. Nem csak kérünk, hanem mi adni is szeretnénk, és ez így volt már tavaly is, ezért ez a projekt ötletünk támad, hogy aki eljön, akkor itt kapjon ajándékot. És az ajándék az az, hogy részt vesz egy adventi túrán, 4 állomás van az advent heteiről elnevezve, a hit, remény, szeretet, örömsátor, mindegyikben külön feladat, ugye főleg a gyerekekre koncentrálva, hiszen Mátészalka összes iskolája képviselteti magát, általános és középiskola, és az első sátorban aktív feladatok vannak, ugye ez a Szalkafit Egyesület moderálja. A második sátorban elkészítjük a nekem az advent képet, amire megcsináltatunk egy nagyon-nagyon-nagyon szép hátteret, amire üzeneteket írhatnak vagy ragaszhatnak, és a végén lesz egy adventi túra 2022-es nagy fotónk. A harmadik sátorban pedig üzeneteket írnak a gyerekek azoknak az embereknek, akiknek majd belekerül a csomagjába, hogy karácsony este, bár nem ismerik őket, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép gondolat, és ezt a gyerekek küldik, bele fogjuk rakni a csomagba. A negyedik az örömsátorban, igen, adunk a testnek is és a léleknek is, meleg teával, süteménnyel. Itt éppen adventi hősökké avatják a diákokat, több százan érkeztek az adventi túrára. Mátészalkáról jöttem a Calvin János Református Általános Iskolából, és szerintem sok ember megérdemli azt, hogy nekik is ugyan olyan karácsony legyen, mint nekünk, még akkor is, ha ők ezt nem tudják megvalósítani, és ezért gondolom, hogy ezért jó, ha segítünk nekik. A civil szervezetek az oktatási intézményeken kívül magánszemélyeket, vállalkozásokat is meghívtak a túrára. Szatmár Optikai Kft. Már hagyományt csinál abból, hogy adományoz, illetve a dolgozók csinálnak belőle hagyományt, mert azokat az tartós élelmiszereket ajánlottuk fel, amit a dolgozók hoznak ide, illetve a vállalat is valamilyen szinten ki szokta egészíteni ezeket a tartós csomagokat. Fontosnak érezzük, hogy azoknak adjunk támogatást, akiknek szükség van rá, és akiknek tényleg szükség van rá. Karácsony előtt azért mindenkinek jól esik, hogyha kapnak olyan élelmiszert, amit bármikor fel tudnak használni, és ha pár ember életét is egy picit szebbé tudjuk tenni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ajándék és segítség, és egy jó érzés mindenkinek. Az adventi túrát a Mátészalkai Vadásztársaság és a Szalkafit Egyesület mellett a Györteleki Szatmárkincse, valamint a Szamoskéri Liget Egyesületek szervezték. A rendezvény sikerét mutatja, hogy néhány óra alatt közel 3000 kilogramnyi élelmiszer gyűlt össze. Az adományokból a térségben élő rászorulók mellett kárpátaljai családokat is segítenek majd.